Na, hello mindenkinek! Második szó veszem fel, mert a telefon úgy dönt, hogy... Jaj, így... Rá kell jöjjek, akciókamerát kell vegyek, amelyik timelapse képes. Úgyhogy körül fogok nézni. Jó, hát miről is akarok beszélni? Az a helyzet, hogy sokszor én is kerülök abba a szituációba, hogy tényleg valami inspiráció kellene, hogy mit hogyan csináljuk. Ugye én sokat dolgoztam vasút szimulátorokkal. Train Simulator, MSTS, Microsoft Train Simulator, Trains, nagyjából ennyi volt, aztán volt Railworks is, de annyira nem jött be, mivel, hogy minden egyszerűen túlzottan drága volt számomra, és aztán úgy döntöttem, hogy inkább az a biztos, ha valamit meg tudsz fogni. Tehát megfogom, és az nem mondja, elveszik a villanyt, már nincs tovább. Jó, pár dolgot szeretnék mutatni, ami eléggé az inspirációról szól. Először is még annyi visszatérve a train szimulátorokra, és a trainzre egy voltak olyan nagy pályépítő szakemberek, akik olyan pályát csináltak, egy nagy lapossal, és így egyik kocka zöld, másik kék, másik sárga, a piros, ez fű, ez bokor, ez tudom én. De nem volt semmi átlátható része. Éppen azért, most már lenézhetek a munkás ember ilyen, ha fejlődni akarok, én így nézek ki, most, hogy tovább tudjam csinálni a modellezés világa. Tehát visszatérve egy nagy lapossal és egy-egy ház és a simén a lapossal közepén az valamit nem érdekes. Mert a személy azt a kifogás mondta, hogy hát én nem tudok dolgokat létrehozni. De nem nézett utána, hogy vannak tutoriálok, amivel ezt meg lehet csinálni. Jó, inspirációról van szó, szeretnék bemutatni pár könyvet. Talán avval kellene kezdeni az ember, hogy mit akar elkövetni. Persze sok ember elmondta azzal, hogy én európai motivumot, én amerikai motivumot, másik ázsiai, afrikai, mit tudom, milyen rendszereket akar követni. Hát én ugye európai rendszereket, ez a chain and buffer rendszert akarom követni, tehát az európai vagonok, amelyik ezt a rendszert követik, ezt fejlesztem, és ugye hál' Istennek a modellező üzletek erre vannak ráállva, viszont az én kapcsolatom az, hogyha valami különleges kérnék, szeretnék, azt megpróbálják megszerezni nekem. Jó, persze az pénz is kell, de ugye van, aki kutyát tart, van, aki nőt, én egyiket sem még, de nőt szeretnék majd előutóbb. Viszont majd ő is ugye meg kellene szokja azt, hogy én modellezek is, akkor kus, légy szíves, és ez a baj. Peko, Planbook, tehát kimondottan történelmi jellegű vasútmodellezésnek nagyon jók. Hát felül vannak rajzok benne, mind néznek ki. Nagyon tudom javasolni, van leírás bennük. Ugye. Ugyancsak egy, ez a CG Freezer, aki a szerkesztő, nagyon jó rajzok, angolul leírások. Ugyancsak egy másik nagyon jó könyv. Ugyancsak a Peko Setrak Planbook. Megéri, aki van egy kicsi angol tudásotok, hogyan lehet moduláris asztalokat létrehozni, hogyan alakíts ki a és hogyan tárold az asztalokat, tehát mind ezekre a dolgokról van szó. Szerencsével európai, tehát nem incs
ráncolja, hanem a méter is fel van tüntetve, a centiméter, méter, tehát hogyan rakd össze. Kimondottan ez annyiba segít, hogy mind a pekósinek létrehozó, tehát a pekósinek alkalmazását mutassa be. Hát egyszerűen csak egy, nekem ami nagyon tetszik és nagyon lenyűgöz például ezek. Tehát kimondottan a rajzok vannak. Nagyon jó dolgok. Hát lehet, hogy azok, akik még foglalkoznak ezekkel, el tudják mondani, hogy neki mi volt, nekik mik voltak be, milyen sintikusok. Természetesen én, ami itt van és amit építek, az full scale DCT, tehát digitális asztalokról van szó. Persze ma az előző epizódban mondtam, hogy egy olyan mennyiségű áramhúzás van, hogy legalább csak ebben a teremben legalább 5 boostert kell elhelyezni. De ott is ugye a, hogy hívjáknál maradok, a DigiKeys rendszereknél. Az előző epizódban mondtam, hogy mi a jó benne. Hát ugye ilyesmik vannak. Tehát a bit, vasútvilág. De nem, tehát ezek mind csak inspirációk. Egy másik könyv a Bikótól, az a Planbook. Tehát itten a Pico bemutas az összes sín típusát, ahogy a Pekó is, és hogy milyen sínek kellenek az, hogy egy layoutot létrehoz. Végül is én, amiket használok, az a Pekó sínek és Pekó váltók, mert ezek jelenleg a legvalóságosabbak, de bizonyos különleges váltók el azt én látom gyártani, mert van mivel. Majd egyszer megpróbálom megmutatni egy timelapse-t, csak nagyba gondolkozok, hogy egy valami akciókamerát kéne vegyek, ami jó is alapba, de nem beli szakadt ára, mit tudom én, mind GoPro vagy valami egyet. Tehát így néznek ki, ilyen, hogy hívják, hát komplexebb rendszerek is vannak. Ez németül van, aki érti németet, annak az egyre jobb, de itt ugye túl nagy értés nem kell, mert ki tudod sütni, hogy mi a sínnek a kódja, és hogyan tudod ezt a layoutot összerakni. Persze ez nem másolás, hanem kimondottan egy javaslat. Például itt ezen a részen mutassa, hogy hogy néz ki a dolog, és itten pedig mutassa, hogy mi van a föld alatt. Ugye, hogy ez egy ilyen bukló jellegű pályák. Itt valami komplexebbet mutassunk. Itt van egy példa. Így néz ki. És itten mutassa, hogy azok a föld alatt vannak, tehát ilyen staging jár, tehát ilyen távoló vonalok. Igen, másik érdekesség a dombozat létrehozása, úgyhogy azoknak, akiknek problémáik van, legyen ez egy lehetőség, a Woodlands Scenic Still, ugye? Vannak ilyen könyvek. Tehát ez dombozat, le kell ülni, el kell olvasni, le kell nyálazni, tehát hogy mik kellenek, mindenfélét. Szerencsére lehet találni általuk gyártott komoly dolgokat, beleértve szerszámoktól, nyersanyagig, mindent. És csak kell nézni. Tehát az első oldalon, hogyan hozzunk egy ilyen létre. Lehetőség van? Van. Tehát itt vagy egy ilyen romantikus hely, egyre nagyobb értéket hoz vasútmodell. Régebbi könyvek, de azt el kell ismerni és el kell fogadni, például hogy egy olyan falkot hogyan kell létrehozni, leragasztani és tehát
Így néznek ki ezek a dolgok. Persze, mivel hogy digitális átszerű van, szó és abszolút az ember kezdő ebbe a dologba, akkor javasolt egy másik könyv, tehát Modern Railway Digital, epizód 1, és eléggé még nem sikerült, hogy végig kiolvassam, de beleolvastam, főleg a Rocco Multimouse-ról van szó. Rocco Fleischmann, tehát egyszer próbáltam, gondolom, nem tudom mennyire jutott el az emberek tudatáig, hogy mit is akartam ott elmondani. Tehát a lényeg, hogy az analóg egyik dolog, a digitális másik dolog, tehát mozdonyokba, váltókba, bizonyos ház, világítás, olyan dekóderek vannak, amik egy központi eszközzel kommunikálnak, hogy mondják, hogy a központ, ugye, digicentra, például mondjuk úgy, amelyik a sinnek az állvezető képességét kihasználva jellemgörbéket, vagyis utasításokat küld a megfelelő személynek, megfelelő eszköznek, megfelelő mozdonynak, vagy váltónak, jelzőnek. És éppen ezért használatos, tehát itt annyiba szuper az egész dolog, hogy úgy van, hogy van nekem egy körpályam, amit sokan tesznek. Hú, olyan vasút modellen van, hogy csak most kalácsonfa körül mennek körbe. Szegény gép, elszédül meg körbe, megy egyfolyta, amit az ilyen nevetséges az egész. Tehát szerintem a modellezés részén, nem mondom én, hogy én profi vagyok, tehát semmilyen esetre se, de modellezés terén észre, akkor lehet azt mondani, hogy van egy valamilyen pályám, vagy egy asztalom, ahol a vonat nem körbe megy, hanem van egy-két váltós, lehet ilyen tudatos műveleteket is létrehozni. Persze nekem itten nagy terveim vannak, kivitelezés az lassan folyik, de feltétlenül kell tudni azoknak, akik neki akarnak fogni. Tanulni kell, tapasztalni kell, hibából. Mi azok a személyek, akik még foglalkozunk ilyen olyannal, tehát volt egy példa, egy másik fogta magát, így simba asztalra, deszkára, vizes ragasztóval kezdett ragaszgatni, fákot, mit tudom mit. Ez a most deszka vizet kapott, az feldagadt, és akkor az egész asztal deformálódott agyke. Na éppen ezért jó, hogy ezeket a dolgokat elkerüljük. Tehát én már az asztalokat úgy csinálom meg, hogy ragasztószalaggal, úgynevezett scotch-el, az átlát ragasztószalaggal végig kihúzok mindent, oké, két-három rétegben is, és arra tudok építeni. És tudom, hogyha vizet kap, nem fog átázni a OSB vagy a lemez, és akkor arra nő, mint egy futballlabda. Na. Hát én nagyjából ezt akartam elmondani. Én örvendek, hogy van nézettség, nem mintha az itt hajtok, mert nem, most nem akarok én egy youtuber lenni, vagy mit tudom mi, aki ilyesmikkel foglalkozik, hanem mégis elmegosztanám azokat a tapasztalatokat, amiket én tapasztaltam, mert valamelyik így a véremben benne volt a vasút. Az egy dolog, hogy nekem vasúti képzésem is van, tehát mozdonyi vezetői képességem, képzésem van. Persze nem követtem ezt a mozdonyi vezetői képességet, mivel hogy családi problémák kerültek, és szülő édesanyám is idős, és nem hagyhatom őt hátra, mert a Roma vasútnál az a helyzet, hogy elmész egy nap, de ki tudja, mikor ész haza, és mivel az állapot, a vasút állapot annyira drasztikus, úgyhogy nem is biztos, hogy az ember éppen hazajön, de ez már függ a hatjaimjától. Sajnos az infrastruktúra elég egészen rendesen alá van merve. Na de éppen az motivál az, hogy itt legalább építek egy olyan vasutat, ahol nincsen ilyen probléma, hogy ilyen kisiklások, meg mit tudom, ilyen katasztrófák történhetnek. Én megköszönöm a figyelmet, és ha egyéb kérdés, vagy valakinek kérdése lenne, akkor szívesen a kommentbe tegye meg. Köszöntöm a figyelmet, és minden jót kívánok!